Tavasszal kezdődtek meg a tájai evangélikus templom felújítási munkálatai. Szűk egy év alatt készült el a teljes külső homlokzat helyreállítása, a tetőszerkezet és ezzel együtt a templom mellett található harangláb megújítása is. Megszépült a templom környezete is, mindenre mintegy 80 millió forintot fordítottak. Úgy gondolom, hogy mindenképp erősítő a közösséget. A tája is olyan, mint a sok más hegyei település, hogy sokszínű vallási szempontból, és ugye ennek a templomnak különös jelentősége van, hiszen Kossuth Lajost itt keresztelték meg, és a fejlesztési programunk keretében azért is esett a választás ennek a templomnak a felújítására, mert ez egy nemzeti szempontból is kiemelt jelentőségű helyszín. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés az Egyházzal itt a projekt megvalósítása során, hiszen mi láttuk el a projektmenedzsment feladatokat, és a, az Egyház, ugye, mint tulajdonos kísérte figyelemmel az egész fejlesztést. A tájai evangélikus templom nem csak a hitéletet tekintve fontos, hanem kulturális örökség is. Itt keresztelték meg 1802-ben Kossuth Lajost. Éppen ezért ennek az örökségnek az ápolása is fontos az egyházközség számára is. Amikor ez épült, akkor még több száz evangélikus volt a településen. Már a sajnos elfogytak az evangélikusok, hogy egy nagy gyülekezet van egész Zemplénben, Tokaj központtal, de ez a legnagyobb templomunk, ez a központi templomunk, úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy ez a templom végre szép és jó állapotban van, olyan állapotban, hogy túl fog bennünket élni, talán, vagy engem is túl fog élni. Reméljük, hogy a gyülekezet az meg fog maradni, és, és központi helye lehet ez a templom a későbbiekben is. Hát természetesen ez mindig is fontos volt az evangélikusoknak, amikor ez a templom a 19. század több tűzvésze után teljesen felett újítva 1890-ben, akkor Kossuth levelet is írt a gyülekezet presbitériumának, és az ő szavai azok fontosak ma is nekünk. A történelmi egyházak évszázadokon keresztül jelen voltak és jelen vannak Tokaj alján. Tudni kell azt, hogy itt jelentős mezővárosi hálózaton keresztül nagyon fontos volt a szőlő és a bor borkereskedelem, ami gazdagá tette ezeket a településeket. Ennek köszönhetően az itt lévő katolikus, református és evangélikus gyülekezetek is nagyon gazdag gyülekezetek voltak. Azonban évszázadokon keresztül virágoztak. Úgymond jelentős szerepet töltöttek be a hegyajai közéletbe. Nincs ez ma sem másképpen, csak sokkal kevesebb a számok például az evangélikusoknak, vagy akár a reformátusoknak. De ezek a gyülekezetek ma is élő egységei a térségnek. A Baújban és Zemplénben különböző programoknak köszönhetően számos történelmi egyháztemploma újult meg, illetve fejeződtek be az ilyen jellegű fejlesztések.